tizedik cím, ez már jubileum. Az első cím, amikor volt, már nem gondoltam, hogy idáig fogok jutni, hogy a tizedik, de most már úgy ezzel visszagondolom, ez jó komoly eredmény, úgy gondolom, még lesz még pár évben, amit tudok még valami jó eredményben elérni. Mi kell ahhoz, hogy az ember állandóan friss maradjon és érezze a kihívásokat? A tapasztalat, a rutin, meg az akarat. Meddig lehet szerinted ezt csinálni? A zsokély az elsősorban a súly, meddig bírja, meg a fizikális, meg a mentális is menni, ezt még bírja, mert azért sok ismerősöm, kolléga zsokék abba is hagytak, nem bírtak mentális ez a stressz, meg ez a napi folyamat, meg minden. Mégis mi visz előre? Az új lovak, az ismeretlen lehetőségek, hiszen gyakorlatilag mindent megnyertél már. Hát néha úgy belefáradok azért, őszintén legyek, de egyszerűen nem szeretem ezt a szakma, mondjuk, és azért húzom még előre, mert szeretem ezt csinálni. Úgy mondjuk, hogy erre születtem, és napi szinten csinálok, és szeretem úgy csinálni. Van még valami olyan álmod, ami kimaradt? Hát régen azért lovagoltam, Németország is nyertem versenyi, olasz, ma gyakran, meg a Franciaország is lovagoltam versenyi, de mióta Magyarország vagyok, még nem voltam nagyon külföldi, úgyhogy ez most az új ilyen cél, hogy oda jussunk, hogy oda is legyünk eredményesek. Tavalyi derbi furcsa volt egy kicsit, hiszen az idomításotokban álló ló nyerte meg, hiszen nem titok, hogy Csontos Pál idomítja a lovat, de te is ellátod őt a szakmai tanácsaidat. Kvázi együtt készítitek föl őket a versenyre, és te csak második lettél. Ez nem volt rossz? Az egyik szemem úgy kicsit sírta, a másikban boldog volt, mert úgy készültünk a derbire, hogy a csapat kint, hogy a mi lovunk nyerje. A két ló nem volt nagy különbség, úgy alakult a verseny. Én örültem, hogy a mi lovunk ott voltak egy-két lóval derbi. És aztán ugyanezzel a lóval vigasztalották később a hármas korona harmadik ágában. Igen, úgy nem tévedtem sok, mert valószínűleg még pont a derbi napja ő nem volt még a topon, mint az Amore Boy, és ez utána bizonyította, hogy ő azért ott tartozik a legjobb három éves lovaknak, mert azért nyert a Saint Leger. A Amore Boy a derbi után egy kicsit visszaesett a forma, úgyhogy jó volt ez, úgy, hogy volt. Az idei esztendőt milyennek tartod, milyennek várod, hogyan állnak a lovaitok felkészülésben? Most a január elég ilyen kemény tél volt, de folyamatosan úgy dolgozgattunk. Vannak egy csomó három évesek, mi bízunk a Csonti, hogy oda fognak érni a klasszisok három évesek versenyre. Úgy tudom egyébként, hogy az utánpótlásnak is egyre nagyobb szerepet szeretnél adni az istálon belül. Most nálunk második szezonban van a Kelemen Zeno, úgyhogy most sok jött előre a srác. Úgy bízom, idén több lehetőséget fog kapni tőlünk, hogy meg fogja ezt a szintén elérni, mit én például. De ez persze kéne több év, meg a rutin, de a gyerek van benne fantáziája. És melyik lótól várod idén a nagy dobást? Reméljünk az öreg lovak, ami addig bizonyította, hogy idén is talpon lesznek, meg egészséges, és meg fogják hozni a formát, Agreement, Vainhope, a Lord Winter, a Amore Boy, úgy ezek a lovak, bízunk, hogy idén is fognak jó versenyekbe futni.